A DVTK-nak a tegnap délutáni meccse előtt már csak matematikai esélye volt, hogy megelőzze a KTH-t a tabellán, de ehhez mindenképpen nyernie kellett volna Ajkán nem is kis gólkülönbséggel. A végeredmény azonban gól nélküli döntetlen lett, így a második hely várományosan helyett a KTH nyerte el a feljutás lehetőségét az NB1-be. Természetesen hetek óta ez a téma, de egymást próbáljuk csillapítani, és nyugtatni, hogy mindig csak a következő feladatra koncentráljunk, és folyamatosan ezt képviseltem a öltözőben, a srácok felé én is, meg természetesen a vezetőedző is, meg mindannyiunk, hogy ha a feljutásról beszélünk, és arra gondolunk, akkor el fogunk csúszni, és nem fog sikerülni. Ha mindig csak a következő mérkőzésre, és ez nem közhely, tehát tényleg így van, mindig csak a következő mérkőzésre koncentrálunk, akkor ezt meg fogjuk nyerni. Tóth Ákos sportigazgató hozzátette, közel sem számoltak ilyen szép eredményre az idény elején, a legjobb 10-12 közé jutás volt a cél. Az eredményeket következetes munkával érték el, aminek még szebb eredménye lett, mint azt eredetileg remélték. Az NB1-be kerülés új játékosok igazolását is jelenti. Igaz, a sportigazgató kiemelte, a jelenlegi játékosok zömét is szeretnék megtartani. Az új csapatfelállásnál is ugyanaz lesz a vezetőelv, mint az NB2-es játékosok kiválasztásánál volt. Mindenképpen motivált, éhes labdarúgók legyenek, mint mondtam, akiket sikerült NB2-re is megtalálni, akik be akarják bizonyítani, hogy igenis ők az NB1-ben is jó labdarúgók, és mindezt itt Kecskeméten velünk szeretnék csinálni. A feljutás híre hallatán sokakban felmerült az a kérdés is, hogy hol fog játszani a KTH, hiszen az NB1-es szereplés komoly infrastruktúrát igényel. Tóth Ákos sportigazgató elmondta, még nem tudják biztosan, hogy a csapat játszhat-e Kecskeméten, de amennyiben bérelt helyet kell keressen a csapat, akkor is a Budapest-Szeged tengelyben gondolkodnak. Hozzátette, jó lenne a hazai mérkőzéseket valóban itthon játszani, hiszen a közönség buzdítása most is nagyon sokat segített a csapatnak.